Ünnepélyes tagértekezletet tartott a Sárásiak baráti közössége a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság épületében. A baráti kör 2013 óta működik, egyre nagyobb sikerrel, így aktuálissá vált találni egy olyan helyet, ahol időről időre találkozhatnak a tagok saját szervezésű rendezvényeiken. A házigazda szervezet a jó ügy mellé állt, és megállapodást kötött az egyesülettel, miszerint a jövőben a gyakorló bázison baráti összejöveteleket szervezhetnek a sárásiak. Az én elképzelésem az, hogy egy ilyen területtel rendelkező szervezet és ilyen adottságokkal rendelkező település rész, mint Sárás, nekünk be kell szervesen a társadalomba is épülnünk. Tehát szeretnénk beágyazódni, hogy része is legyünk a megújításának ennek a városrésznek, és mivel így tudtunk leginkább segíteni, hogy helyiséget adunk, ez lett a feladatunk. A baráti kör hiánypótló Sáráson, hiszen közösségépítő szerepe felbecsülhetetlen értékekkel bír. Volt kettő rendezvényünk, egyik bentüléses volt, egy karácsonyi alkalom volt, egy kültéri, és volt a Kisbácsi iskolában egy beltéri. És ott fogalmazódott meg, hogy sokkal nagyobb lenne a helyi kohézió, ha helyben, a sárásiaknak helyben tudnánk találni egy baráti kör klubhelyiséget. E gondolat mentén kerestem meg a katasztrófavédelem igazgatóját, Sallai urat, és akkor beszélgettünk róla, és mára elkészült egy olyan megalapodás, hogy a kölcsönösség elve mellett ez létrejöhetett. A társaság motorja Kababik Tiborné és Horvátné Hanc Mária, akik sokat fáradoztak azért, hogy ma már egyre nagyobb népszerűségnek örvend a klub. Fiatalok jöttek, és ezek a fiatalok úgy ítéltük meg, hogy nem találják a helyüket annak ellenére, hogy győriként Sárást választották, és kezet szeretnénk nyújtani ezeknek a családoknak. Szeretnénk megmutatni azt, hogy az emberi érték mindig nagyon fontos minden morális, anyagi javaknál, és szeretnénk azokat az igényeket is ezeken a baráti találkozókon összeírni, vagy megbeszélni, hogy mi az, ami most foglalkoztatja a sárásiakat. A felek együttműködésüket írásos formában is szentesítették. A partnerség új távlatokat és lehetőségeket nyit meg a sárásiak előtt.